A matematikai felmérés átlag eredményei minden év folyamán szinte teljesen megegyeznek a tavalyi értékekkel, míg a nyolcadikos és a tizedikes diákok szövegértési eredményeik kicsivel jobbak a tavainál, addig a hatodikosok teljesítménye tovább romlott. Hatalmasak a területi különbségek is az eredményeket illetően, az előző évekhez hasonlóan továbbra is elsősorban a budapesti nyugat-dunántúli és a középmagyarországi régió teljesít jobban a kompetenciaméréseken, míg az Észak-Magyarországi, valamint az észak földi régió van a legnagyobb lemaradásban az egész országban. Az eredmények alapján elmondható, hogy a községekben élő tanulók és a budapesti diákok teljesítménye még mindig a teljesítményi skála két végpontjánál. Az adatokból az is kiderül, hogy egy egész középiskolai képzési forma tanulói, vagyis a populáció mintegy 21%-a képtelen elérni a hatodik évfolyam átlagos matematikai és szövegértési képesség szintjét. Az elemzés szerint az egyes képzési típusok eredményeinek különbsége elsősorban az ott tanuló diákok összetételével, a középfokú beiskolázás kiválasztási mechanizmusával magyarázható. Például a szakközépiskolások eredményei nem azért alacsonyabbak, mert ők szakközépiskolába járnak, hanem azért járnak szakközépiskolába, mert az eredményeik alacsonyabbak különbség azonban már korábban kirajzolódik, ugyanis a később szakközépiskolában tovább tanulók már a hatodik évfolyam végén is alacsonyabb eredményt értek el átlagosan szövegértésből és matematikából, mint a más képzési formákban tovább tanuló társaik. Ezt követően a nyolcadik évfolyamra a fejlődésük mértéke kisebb volt, mint a többi képzési formában tanuló társaiké, majd a szakközépiskolákban a kilencedik-tizedik évfolyamon matematikai eszköztudásuk és szövegetési képességeik, Lényegében nem fejlődtek tovább, olvasható az elemzésben.